nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves kiállítót és vendéget egyaránt. Először is engedjék meg, hogy bemutassam a kiállításunkra érkezett küllembírókat. Itt az egyes körben fog bírálni Udvardini Lukács Ilona, a Hungária Commodore Club elnöke. A kettes körben Hajas István, a Kecskeméti Önálló Jogú Szervezet elnöke. Mind a ketten nemzetközi küllembírók. Csordás László megszokott helyén, tehát korábbi eseményekre megszokott helyén a múzeum sarkán állította fel az üstöket. Ismét mit főzöl, Laci? Mennyit, miből, mikor kerül kiosztásra? Három birkát és egy marha pacalt főzünk. Évek óta, mondhatom évtizedek óta, mióta ez a kunhagyományok napja megrendezésre kerül, felkérésre mindig főzünk a fellépőknek, a szereplőknek, meg természetesen a látogatóknak is. A hagyományos karcagi birkapörköltel, a pacalpörköltel általában soha nem vallunk szégyent. Szép a felhozata, reméljük, hogy az idő az ugyanilyen csodálatos marad, és el fog fogyni a általunk készített étel maradéktalanul. Hányszor főzed meg a birkát egy évben, mert elég gyakran szerintem? Hát ezt így pontosan megmondani nem lehet. Hát, felkérésekre, ilyen különböző rendezvényekre, hogyha fölkérnek bennünket, természetesen megyünk, szereplünk, úgy látszik igény is van az általunk készített ételekre, aminek mi természetesen örülünk, hogyha ki tudjuk elégíteni a vásárlók és a birkát, a népi ételeket szeretők igényeit. Huba Imre, a Hubai család és a Nimród bioszálló képviselő, gondolom, pakolt ki, és hát itt nagyban fő mindenféle földi, jó, mit főznek Imre? Milyen meglepő birkapörköltöt főzünk, karcagi módra, és készült az étterem konyháján egy kis barackos és szilvás kölesmálé, és ezzel várjuk a vendégeket. Értik, kigyelmedék az életet, azt már lehet látni, mikorra fő meg ez a sok mindenféle. Hamarosan, kb. Fél óra még, és már lehet kóstolni a birkapörköltet. A kölesmálé már elkészült,
A lebencses kölesnek is van talán egy maximum 4 óra híja, de az is hamarosan fogyasztható lesz. Körülbelül hányszor főznek ilyen népi ételeket egy esztendőben? Rendszeresen főzünk, heti rendszerességgel, de ilyen alkalmakkor, amikor felvonul a város színe java, akkor mi szeretjük megmutatni a tudásunkat, és ez évente 3-4 alkalommal azért elő szokott fordulni. Az étteremben esetleg választhatók ezek a ennivalók, vagy ott azért már túl népiesek ezek? Egyáltalán nem népiesek, sőt most cseréljük az étlapot. 3 éve változatlanul futott az étlapunk, nagy sikerrel, de úgy éreztük, hogy megjött az ideje a váltásnak, és Józsa Gábor séf úrral egy teljesen új rendszerű étlapot dolgoztunk ki, amiben már a hagyományos népi ételek és karcagi tájjellegű ételek még nagyobb súlyt kapnak. Közben eszembe jutott egy újabb kérdés, hogy az önök állatállománya mennyiben tükrözi vissza a kunsági hagyományokat? Tehát itt a nomád ugye állattenyésztő nép volt a kun. Az önök állománya mennyiben tükrözi ezt a réges-régi állatállományt? A rackajú állományunk az mindenféleképpen, de mondhatnám a szürke marhát is. A magyar tarka egy kicsit későbbi eredetű faj, mint a szürke marha, tehát egy fiatalabb fajról beszélünk, de mégis azt gondolnám, hogy a magyar tarka is már a tájba olvadó, tájnak a szerves részét képező fajtánk lett, és az extenzív tartási körülmények között pedig mindenképpen dísze a karcagi határnak. A biva is kezd meghonosodni a gazdaságunkba, és most már egy olyan állománnyal rendelkezünk, ami tenyész állománynak, alapállománynak mindenféleképpen megfelel. Ott kérdezem meg, mint hozzáértő embert, hogy a racka meg a merino így kondérban milyen más jellegzetességekkel bír, tehát mennyiben más pörköltnek egyik, mennyiben a másik? Kétféle alapanyagról beszélünk gyakorlatilag, az egyik az racka, a másik pedig egy birka hús, tehát a racka, mint juh hús, egy kicsit lágyabb, kevésbé fagyús, inkább márványozott, jobban inkább a szürke marhájához hasonló a hús szerkezet, és a zsiradék az nem a zinak között, tehát nem a hús felületén van elhelyezkedve, hanem inkább a rostok között. És amikor kisütjük zsírjára a rackának a húsát, akkor sokkal kevesebb levet enged, mint például a merino, és utána a fagyúnak az ízét is könnyebb elfőzni, ugyanis egy minimális fagyú íze van, minimális birka íze van csak a rackának. A merinónak ehhez képest viszont jóval inkább testesebb, zömökebb birka íze van, amit nehezebb elfőzni, nehezebb ízesítéssel eltakarni, viszont aki a merinónak a pörköltjét szereti, az lehet, hogy kevésbé fog megbarátkozni a rackával, mert az viszont túl lágy az ő számára. Christoph Schmidt úr, Schwarzheide polgármester, számos alkalommal vett már részt karcagi népünnepélyeken, hogy úgy mondjam, hogy érzi magát köztünk, hogy ízlik neki a magyar konyha, a gasztronómiai érdekessége. Azt az Iván Sonczik már ilyen karcag, wie gefallen in die ungarische Speisen? Ja, also ich liebe sie, ich habe oft eure Stadt, unsere Partnerstadt, besucht und ich habe dies Jahr wieder was Neues entdeckt. Ich habe was Neues gegessen, nämlich einen typisch ungarischen Hahnengulasch. Ja? Und das war sehr interessant. Also ich finde das toll, dass hier die Tradition so gepflegt wird. Nagyon kedveli a magyar konyhát, és már tényleg nagyon sokszor volt itt Karcagon, ugye a testvérvárosban, és most egy nagyon új dolgot próbált ki, mégpedig egy speciális kakaspörköltet, és nagyon ízlett neki, és nagyon-nagyon jónak találja, hogy így ápoljuk itt a hagyományokat Karcagon. És mennyiben illik bele a nyugat-európai hagyományokba egy ilyen nomád nép, keleties hagyomány kincse, mint a kun például? Und was denken Sie, wie passt diese kumanische Tracht oder diese kumanische Kultur in unsere eigentlich in ihre westliche Kultur rein? Ja, also Europa bedeutet Vielfalt und es ist wichtig, dass man die Vielfalt erhält und das tut ihr sehr erfolgreich. Ja, ihr interessiert euch für eure Wurzeln und ihr versucht diese Kultur über die Zeit am Leben zu erhalten. Und wenn das alle machen, dann ist Europa interessant und es gibt für alle was zu entdecken. Die Vielfalt ist wichtig.
Európa sokféleségről, sokszínűségről szól, és úgy gondolja, hogy mi ezt itt nagyon-nagyon jól csináljuk, hogy megpróbáljuk ezt a sokszínűséget megőrizni, és ezáltal lesz majd Európa tényleg egy nagyon, meg az is egy nagyon szép földrész, illetve úgy gondolja, hogy mi itt Karcagon, illetve a magyarok, hogy érdeklődnek a gyökereik iránt, és tényleg próbálják kutatni ezt, és megőrizni, ez egy nagyon szép dolog. Na, köszönjük szépen. Ez a mai nap az őnek, itt tehát a városvezetőknek másra is szól. Kovács Szilvia, a polgármestertől tudom, hogy a kulturális együttműködésnek egy újabb fejezetét tárgyalják meg. Van-e már ebben valami előrelépés, valami jövőben néző újabb elhatározás? Also, er hat von Silvia Kovács, die stellvertretende Bürgermeisterin, gehört, dass sie, dass sie und die Delegation natürlich auch andere Sachen besprechen, nämlich diese kulturellen Pläne und ob sie schon halt Pläne besprochen haben, was in der Zukunft dann passieren wird zwischen den Partnerstädten. Also wir sind nicht zu unserem Vergnügen hier, nicht nur. Ich kann berichten von dem erfolgreich durchgeführten Jugendcamp in diesem Jahr. Ja, es waren insgesamt 50 Kinder bei uns, für die wir ein Jugendlager organisiert haben und etwas über Europa und Deutschland kennengelernt haben und sich gegenseitig auch kennengelernt haben. Und die stellvertretende Bürgermeisterin hat neue Pläne gemacht für das nächste Jahr. Es ist noch geheim, aber etwas kann ich verraten. Es wird um das Thema Gärten gehen. Hát természetesen nem csak a szórakozásról szól ez a pár nap, amikor itt vannak a delegációk, és persze, hogy volt már szó arról, hogy a jövőben milyen tervek fognak születni, vagy milyen tervek vannak már meg most. És Kovács Szilvia, a polgármester asszonnyal már tárgyaltak valamiről, ami még ugyan egy kicsit titkos, de annyit elárulhat, hogy a kertekről fog szólni ez a terv, illetve most volt egy nagyon sikeres tábor Németországban, ahol 50 fiatal, 10 diák Karcagról is ott voltak a táborban, Schwarzheide mellett, és itt megismerkedhettek európai kultúrákkal, tehát a különböző kultúrákkal, illetve Németországot kicsit jobban megismerhették ezek a fiatalok. Na, hát a folytatáshoz további jó munkát kívánunk, és érezze jól magát, köszönjük az interjút. Sie wünschen, er wünscht Ihnen dann viel Erfolg, auch zur Arbeit, und natürlich noch viel Spaß in Karcag. Ja, herzlichen Dank, küssen im Zepel. Ups, sind übermotiviert. Zack, und wieder in den Arm. Pádár Imré négy családi gazdálkodó standján nagy a tumultus, úgy értem, hogy sok mindenféle van itt kirakva. Hányféle tejterméket tetszik bemutatni? Pillanatnyilag itt csak kétfajta tejtermékünk van, de készítünk még ezen kívül túrót is, és házi vajat is. Itt pedig vajkrémet látunk, és sajtot. Meg lekvárt is például, mert csak tejterméket kérdeztem, de van itt már. Hát igen, házi lekvárt is készítünk, azzal is próbálkozunk. Sajtból viszont többféle is van itt kirakva a tányérokra, bemutatóként felkockázva. Hányféle sajtot tetszenek gyártani? 8 fajtát készítettünk most, de most elmaradt a tökmagos, amit kimondottan szeretnek még. Most csak 8 fajta van. Milyen az érdeklődés ezek után a élelmiszerek iránt, mert ránézésre is nagyon gusztusosak? Hát szeretik az emberek, keresik. Kialakult már egy-egy vevőkör felé, tehát elment a híre, hogy van egy ilyen lehetőség? Persze kialakult, és nem most kezdtük már, hanem évekkel ezelőtt már próbálkoztunk, és kenyérboltunkba, tejboltunkba mindig folyamatosan lehet kapni. És honnan tetszett venni azt, hogy, tehát honnan tetszett tanulni azt, hogy kell ezeket elkészíteni, mert ez az egy külön tudomány. Hát én megmondom őszintén, én nem kifejezett paraszt családból származom, vagy hogy is mondjam, nem gazdálkodó családból, és javarészt könyvekből tanultam, és én egész másképp csinálom, mint itt akik foglalkoznak állattartással, tehát más technológiával. De ugyanolyan ízekkel, meg ugyanabból az alapanyagból. Ugyanolyan ízekkel, meg ugyanolyan alapanyagból, csak
mégis van egy kis plusz, amit én találtam ki, amit én tettem hozzá, hogy más legyen. Ami gondolom szakmai titok, úgyhogy nem is firtatom. Egyébként oda haza állatállománnyal foglalkoznak? Igen, állattartással foglalkozunk. Szarvasmarha, birka, sertés, tyúk, meg egyéb kisebb állatok. És ennek a tejtermék fölöslegét tetszik feldolgozni és árusítani? Igen, mert a tejet árusítjuk a piaccsarnokba, és ami kimarad, ugye, azt úgy hasznosítjuk, hogy készítünk más tejtermékeket is. Sós Lajost és Tangyát is itt találtuk a vásárban, a Kunok Világ találkozója programján a Múzeumparkban. Hát a szokásos kínálat jobbnál jobb sütemények, mégpedig ide valósíjak. Milyen készletet van, Lajos? Igen, hát most... Elég szűkös a készlet a szokásoshoz képest, mert nem tudtuk, hogy milyen lesz a látogatottság ennek a rendezvénynek. Egyébként a hagyományos süteményekből, amit szoktunk készíteni, abból hoztunk egy pár fajtát. A Ferdinánd az állandóan megtalálható nálunk, amit a karcagiak mindenki ismer. Talán kivétel nélkül a fiatalok is már. A rétesek közül, ami újdonság, az a köleses rétes, amit áfonyával ízesítünk, és nagyon jó párosítás, amit érdemes megkóstolni. Ezen kívül az idei év tortája az, ami teljesen újdonság nálunk, most csináltuk először, az almás mákos. Ebből elég sok elfogyott már az elején, mivel hogy ez még tényleg újdonság. Ezen kívül, ami megszokott a köleses, tehát a köles málé, ezen kívül van bográcsosunk is, a lecsós köles, ami szintén egy újítás, ugye a szezonhoz illően, mert ugye most van a lecsó szezon, és a kölessel párosítva nagyon finom, úgyhogy érdemes ezt is megkóstolni. De a köles reneszánsza még mindig tart. Még igen, ha bár már azért eléggé megszokott, tehát nem olyan, mint régen volt, de még mindig, tehát még készítjük. Azt hiszem, hogy ezt folyamatosan fogjuk is ezután is. Köszönjük szépen, jó vásárt, megtelt a stand, köszönjük szépen. Azal, nagyokat! Látod, milyen szépen megy? Még egyszer. Csukori Rászó népi faszobrással legutóbb június végén a birkafőzőn találkoztunk, azóta eltelt 2 hónap, mit csinálta a nyáron? Hát a horgászaton kívül nem túl sok mindent. Ez az évem így nagyon pangásos volt. Tavalyiak ugye bejártam a Dél-Alföldet, főleg a alsó mocsoládi, tehát a komlói térséget, ott elég sok nagy állószobrot csináltam. Most legutóbb ősszel voltam ugye Véren, egy kastélyba faragtam István királyt, hál' Istennek, és Attila szobrot, ami hát életnagyságtól nagyobbak, úgyhogy örülök neki. Ma is lett volna hívásunk még, de mondom, a betegségem miatt le kellett mondanom egy-kettőt. Sajnos, mert anyagiak nagyon kénének, de nincs más, sajnos. Ez van. Itt viszont látod, ahogy, mint látszik is, a gyerekek örömmel küszködnek velem együtt, ami nekem nagy öröm. A legkisebb gyerek is úgy farag, mint a nem tudom, mit akarra csinálni. Hál' Istennek. Ezt szeretném Karcagon jobban bevezetni, mert én szerintem ott van a jövő. A gyerekekből lesznek majd az igazi népművészek, ki tudja. Ha nem is népművészek, de legalább jó hobbisták lesznek, úgyhogy el lesz foglalva majd a felnőtt koruk jobban. Én nekem már az is elég volna. És ezért akarok itt Karcagon egy olyan dolgot kifejleszteni, mint ahogy a hagyományok háza, vagy a tájház, vagy mondjuk azt, hogy kézművesek háza. Vagy jobban mondva, igen, a tájház az a legjobb kifejezés, abban mindenféle szakmát be tudnánk vezetni. Szeretném a gyerekekhez ne én járjak, hanem ők járjanak oda. Turisták is, ugye a falusi turizmus, az már régen mondja, a minisztérium is. Párszor már írtam pályázatot be, nem nagyon akarják elfogadni, mert ugye nehéz lakást keresni rá. Nem nagyon akarok már ilyen messzire eljárni, mint 400 kilométerek, ne jó lenne nekem Karcag is, ha itt maradhatnék. Hát ennyi. De gondolom, hogy még ma elég sokszor, ha erre jártok, látjátok, hogy igen sok gyerek megfordul azért én állam. Karcagon nagyon-nagyon sikeres a fafaragás. Ezt mondhatom meg, látja a nép is, meg nagyon szeretik tényleg. Miért volt engem? Gyere innen fel, ne bukj. Jaj, várja, majd.
a régi kiállításokról, vagy kirakadó vásárokról ismert állatsimogató, meg juszárnyék és egyéb ilyen jellegű bemutató rész most vajon mivel bővült? Mert a szokásos pásztorépítkezési elemeket látjuk, de itt még sok újabb más is van. Mivel bővültetek, kérdezzük Csanádi Tibort. Idén egy eredeti pákásztanyát próbáltunk felállítani. Ez áll egy kunyhóból, amit mondjuk erre a karcagi vagy nagykunysági részre jellemző volt, tehát inkább szögletes, nem kerek, kicsit szögletes oldalakkal, akkor egy szolgafa bográccsal, tehát ez egy régi ugye, vízi világot járó ember volt ugye a pákász, és ennek a kinti rezidenciáját próbáltuk újra felépíteni, hálókkal, merítőháló, amelyik tárgyakat viszont nem tudtuk kihozni, illetve megjeleníteni, azokat lefényképeztük, köszönet itt a múzeumnak, és fénykép formájába tettük ki, és meg lehet nézni például olyat is, hogy meretjű, hogy nézett ki, vagy varsa, vagy csíktartó edény, tehát olyan régi dolgok, aminek igazán még a neve is már a feledésbe merült, nem, hogy az valójában hogy nézett ki, illetve hogy mire használták. Meddig lesz fenn a felépítmények sokasága? Elég sok munka kellett ide ma. Mikor kezdtétek, meddig lesztek? Igen, hát az előkészületek azok napokat vettek igénybe, de igazán a tegnapi nap volt egy szorosabb, húzósabb reggeltől estig. Mai napon ugye itt vagyunk a rendezvényen, viszont este el is kell bontani. Tehát valószínű, hogy sötétben fogunk végezni. Hadd kérdezzem már, még látom, hogy veszővel vannak összefogva a nád falak. Ki érti a nád munkát így köztetek, vagy kiknek köszönhetjük így ezt a nád falas bemutatást? Hát ez nagy emesétől indult annó, ez a birkafőző fesztivál egy ilyen családi juszárnyékok kialakítása, tehát az alapötlet az övé volt, és akkor engem kért meg, hogy próbáljam meg ezeket a juszárnyékokat, illetve a hozzákapcsolódó kunyhó, meg egyéb ilyen ennyi helyeket képek alapján létrehozni, és ez igazán ez az én nevemhez fűződik, de van sok segítőm, aki ebben részt vesz.
Karas Lajos, a Karcagi Tarpa Szíjász Egyesületnek a tagja. Őt kérdezzük, hogy itt a Múzeumparkban, ami láthatóan nagy szabású rendezvény, mi az, ami itt van a íjászoknak? Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket. A Kunok második világtalálkozója alkalmából rendeztük meg ezt a kis házi versenyt, színesítve a programokat. A Karcagi Íjász Egyesület idén lettünk végre egyesület, tehát a szervezésébe. Egy kicsit-kicsi maga a rendezvény, de mivel hogy szűkös a hely, ennyiből tellett. Házi verseny, tehát egy 15-20 vagyunk, plusz 3 szolnoki versenyző. Eddig milyen eredmények születtek, kik azok, akik a legjobbakat lőtték? Lőtték, nyilaszták? Hát most így a versenyen még nem tudjuk, mert még zajlik a verseny. Vegyes, van, aki nagyon jól lő, van, aki nem, van, aki a szokottnál kevésbé, jobban. Idén azt tudom mondani, hogy az eddig lezajlott versenyeken már van több helyezésünk, második helyezések, abból 2 is. Egy nagyszabású versenyeken, például ahol 200 nevező is van, Ónodon voltunk a múltkor, ott elég jó szerepeltünk, magam is 5. lettem, a fiam, ő 2-szer is már második, tehát körülbelül ennyit tudunk hozni, és még nincs vége a verseny szezonnak, tehát még az idén, még ebbe a hónapba is megyünk. Tervezve van Besenyszög, Sárét udvari, vagy meg Tiszafüred. Elég sok rendezvénye van az íjászoknak, így emlékszem úgy rendezvény naptárakból. Körülbelül hány íjász van, így csak úgy a térségben vagy Magyarországon? Van-e valami seregszemle erre? Rengeteg, ugye? Hál' Istennek most nagyon-nagyon népszerű lett, tehát mondhatni azt, hogy minden településen már most alakulnak sorba az egyesületek. Tehát ha minden versenyre el akarunk menni, nem sikerül, mert egy hétvégén is ugyanazon a napon több rendezvény van. Tehát már most ott tartunk, hogy válogatunk a környéken, nézzük. A környéken Tiszafürettől kezdve Karcag, Kunhegyes, de sorolhatnám, szinte minden településen van már egyesület. És akik összejövünk versenyekre, rengeteg. Már most terve van véve, hogy be kell jelentkezni a Magyar Íjász Szövetségbe, vagy a Nemzeti Íjász Szövetségbe, tehát lesz erről majd egy hozzávetőlegesen, hogy körülbelül hány ezeren lehetünk. De ezeres nagyságrendről lehet beszélni az országban. És ezt ezekkel a hagyományos visszacsapós íjakkal vívják ezeket a versenyeket, vagy vannak ezek a sportíjak, tehát ezek a más felépítésű íjak, mert azok is elég komoly szervezetek, ahogy veszem észre. Igen, maguk a versenyek úgy vannak megszervezve, hogy vannak csak a hagyományos, tradicionális íjászoknak, a visszacsapó íjakkal, vannak külön a modern íjakkal, tehát vadászreflek, külön a csigás íjakkal, és vannak ezekből, vegyesen, tehát ugyanúgy eljönnek a csigás íjászok is, de őket külön, tehát külön rangsorolják. Ugyanúgy lelövik a célokat, de külön. Tehát külön a tradi és külön a csigás. Tehát a kettő nincs versenybe. A magyar íjászoknak egyébként Mongóliában is elég jó hír lett. Most állítottak fel valami nagyon komoly világrekordot, mégpedig ugyanaz, aki már korábbit is tartotta, hogyha jól tudom. Igen, Mónus József, egy hajdúnánású úriember. 653 métert lőtt belső Mongóliában, tehát megdöntötte az 1220 pár valahány évben felállított mongoliásznak a rekordját, aki 400 valahány métert lőtt. Annak van ott egy emlékoszlopa, és most a mongolok úgy döntöttek, hogy Mónus Józsefnek is állítanak a mi világra szóló siker részünkről. Terve van véve, hogy olvastam tőle, hogy szeretné meglőni először is a Boszporuszt, amit vagy legenda, vagy nem, hogy 800 métert átlőtt egy janicsár. Következő terve, amit meg akar lőni, az a 907-es méter a pozsonyi csata emlékére. Na, mik a Ferenci féle kutyakiképzéskor a legújabb hírei, kérdezik Ferenci Sándorné. Hát legújabb híreink vannak. Múlt szombaton volt a kutyaiskolában egy ilyen kutyás családi napunk, hát nagyon jó sikerültek, nagyon jó érezte mindenki magát, ügyességi bemutatókat mutattunk, és nagyon boldog vagyok, mert az én dóbármanom 17 hónapos korában nagy palánkot átvitte, és a harmadik helyezést értem el. Meg hát ilyen BH-vizsganyagok, meg őrzővédő, meg szóval minden volt. Úgyhogy fejlesztjük a kutyaiskolát, és várunk minden kutyatulajdonos szeretettel az iskolákba. Na, gratulálunk hozzá, illetve hogy milyen műsorszámmal készültek a mai napra itt a Kunok világtalálkozó, olyan jelentős nézésére közepette tartottak bemutatót, meg hát volt itt egy éves kutyás esemény.
Hát készültünk kiállításra, én neveztem 6 kutyát, mind a 6 kutyám fajta győztes is lett, hát nagyon örülök neki, és nagyon boldog vagyok, hogy azért Karcagon ennyi kutyával kijöttem, és szóval ez azt mutatja, hogy jó kutyáim vannak, és büszkék vagyunk is rá, mint a Ferenci család.